Azt gondolom, hogy jól játszottunk, megzavartuk azzal a Fradit, hogy 4 gyors embert raktunk előre. Ezzel nagyon sok üres terület volt a Fradi védekezése mögött, amiket be tudtunk futni. Azt gondolom, hogy a gólon kívül helyzeteink is voltak, úgyhogy szerintem teljesen megérdemelten nyertünk. Nagy öröm szakadt ki az egész pispadból a lefújásnál. Ennyire fontos volt ez a 3 pont? Azért fontos, mert így föl tudunk lépni a dobogóra. Most harmadikok vagyunk, innentől kezdve megint a mi kezünkben van saját sorsunk. Ez nagyon fontos dolog. Hogy vágnak neki ennek tudatában az utolsó 2 mérkőzésnek a bajnokságban? Hát úgy, ahogy ennek az előző kettőnek, meg kell nyerni mind a kettőt. Akkor is kifőz valamit? Remélem. Ja, die Jungs haben einfach einen klasse Charakter und ja, also sie haben heute nicht, wir haben nicht verdient heute hier zu verlieren. Hát gyakorlatilag a fiúknak jó a személyiségük, jó személyiségek, és ma igazából nem érdemeltük meg, hogy elveszítsük ezt a mérkőzést. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, wenn zwei Mannschaften vernünftig Fußball spielen und der Schiedsrichter versucht hier irgendwie bei jeder Aktion gelbe Karten zu geben, wo keine gelben Karten angebracht sind, da sollten die sich mal Gedanken machen. Die sollen die Jungs einfach Fußball spielen lassen. Die bringen unnötig Unruhe rein. Das ärgert mich dermaßen. Also mit dem Mietek igazából az, hogy két csapat jól játszik, focizik, és akkor a bírók szükségtelenül sárgalapokat minden egyes akciót lefújnak. Igazából hagyni kéne a két csapat, hogy játszanak. Die Spiele in England, in Spanien und in Deutschland angucken. Dann pfeifen sie nicht bei jedem Ding, wenn einer mal hinfällt, weil er den Ball nicht richtig stoppen kann. Ja, ein paar Mérkőzést kéne megnézni Németországban, Angliában, hogy máshogy nem minden egyes dolgot fújnak le, ha valaki leesik.